Így néz ki kívülről a pécsi Ókeresztény Mauzóleum fogadó épülete. Szerdán adták át hivatalosan ezt a turisztikai beruházást. Az alsó szinten az üveggel védett világörökségi lelet a sírkamra látható. A bemutató terem kialakítására 2021. júniusában találtak kivitelezőt. Idén áprilisban volt a műszaki átadás. Az Ókeresztény Mauzóleum 218 millió forint az alapszerződés, egyetlen egy szerződésmódosítás kellett végrehajtani előre látható okok miatt, így 6 millió forint, közel 6 millió forint emelkedett a szerződéses ár, és 224 millió forint lett a végső ár. De nem csak ez a terület újult meg. Az Apáca utca 8-nak egy 10,5, netto 10,5 millió forintos kivitelezési költségről beszélünk, ott ugye el is készült a kivitelezési munka, a Cella Szepti oránál pedig netto 328 millió forintos kivitelezési költségről beszélünk. Azt még fontos elmondani, hogy a kivitelezés mellett ugye belső attrakciók is kerülnek majd megvalósításra. Ennek a beszerzése még folyamatban van, én azt gondolom, hogy decemberig a projekt zárásig ez is eredményesen meg tud valósulni. A Cella Szepti óránál most folynak a munkálatok. Az üvegtetőt is felújítják, mert beázik. Jól látható, hogy vödrökkel fogják fel az esővizet az üveg alatt. A világörökségi helyszínek bemutató épületeit közel 900 millió forintból újítják fel. Ezt még egy 2017-es pályázaton nyert el a város.